Annyi érdeme van a magyarságnak, ami nem ivódott bele eléggé a köztudatba, holott büszkeséggel kellene, hogy eltöltsön bennünket. Ma január 13-án az 1568-as Tordai Országgyűlésre is emlékezünk, ahol II. János magyar királyunk, vagyis János Zsigmond erdélyi fejedelem, az erdélyi rendekkel egy vallási türelmi rendeletet fogadtatott el. Amikor is, hogyha a világtörténelmet nézzük, ugye a francia forradalom előtt járunk 200 évvel, 16. század, amikor szembeszét a nagyvilágban, ugye nyugatra, legfőképpen még mágiára küldik az eretnekeket, addig Magyarország egy egészen más ilyen hangulatban él és közegben, hiszen az akkori Európában egyébként példátlan módon és egyedülálló módon haladó szellemi törvényt hoztak a vallási és a gondolati szabadságról. Vendégünk Gergely Felicián, unitárius gondnok. Szép napot kívánok, és köszönjük, hogy megtisztel jelenlétével bennünket és a nézőket. Szóval az egyezmény mit tartalmazott pontosan? Ugye a történelmi hátteret nagy részt itt láttuk, de mi volt a lényege? Ugye ma van 444 éve, milyen érdekes a dolgi számmisztikát is. Számmisztikát. Ugye 1568. január 6 és 13-a között, és mondja 13-a van, ha igaz, tehát pontosan 444 éve egy egészen csodálatos, nagyon jól vezette föl, egy csodálatos dolog történt, hiszen ha lefordítjuk a mai nyelvbe, és úgy mondjuk el, hogy miről szólt ez a törvény, arról szólt, hogy gyakorlatilag a hit az hallás után, hiszen a Bibliából kell venni, és a prédikátor a saját feje szerint mondhatja el, hogy ő hogyan is, miképpen látja. Ez az egyik része. Óriási lépés volt. A másik része, hogy az egyházközségek is azt mondja, kéne, ha ez az pap nekem nem tetszik a lelkész, kérek egy másik lelkész. És a harmadik része pedig a dolognak, a lelkismeret része, a Cuius régiót, hogy gondoljunk arra, ugye ez a törvény, ez egy törvény, a törvényben iktatták, először a világon, tehát a világi embereket is azt mondja, hogy nem szabad bántani. Tehát mindenki a saját fejével gondolkozhat. Ami egészen csodálatos, hiszen 1572-ben, 4 év múlva fél Párizs kiirtják, hiszen a hugenottákat, a kor protestánsait, ezt szó szerint kiirtják. És 1550-es évek közepén Svájcban Szent Mihályt megégetik. Tehát igen, a mágia füstje berengi egész Európát, és a mi kicsi Erdélyünkben ilyen fantasztikus törvény születik. De ehhez kell egy olyan uralkodó, amilyen második János, vagy János Zsigmond volt, aki már emberként jó volt, és nagyon meg tudta hallgatni a különböző nézeteket. És 28 éves ekkor, vagy 28 éves ekkor, egészen nem, hát 28 éves, sajnos már csak 3 évet él meg, hát ugye meg, 28 éves az utolsó magyar királyunk, és első erdőfej, honnan nézik ugye a dolgot, második János, vagy pedig János Zsigmond, és az ő köpenye alatt lehetett ezt megcsinálni. Tehát kellett hozzá Dávid fel. Ő katolikus hitben nevelkedett, ugye amikor megszületett, és utána áttért különböző vallásokhoz. Hát hiszen ő Izabellának ugye a fia, ugye a lengyel király kisasszony volt, ugye. És egy fantasztikus kép van most, Vágner Sándor képe fönt a mostani kiállításon, mindenkinek ajánlom, hogy nézze meg a mostani Hősök Szent Királya kiállítást. Nagyon szépen, gyönyörűségesen tanúsítom, hétvégén frissen meglátogatva. Fantasztikus. Látszik egyébként a látogató arckifejezés is, ahogy bejönnek és ahogy kilépnek, és teljes átszellem. És a Molino már ott bennünket, unitársokat megjelenít, amikor belépünk, nekünk az nagyon jól esik a szívünknek, és ezért nem csak unitársoknak javasoljuk, hanem mindenki más. Apropó, hogy mondjuk nem csak unitárius. Meg, mert ő vallásszabadság. Ugye luteránusokat említsük meg, katolikusokat említsük meg, hogy ők is megkapják a vallásszabadságot, ami szinte hihetetlenek tűnt azelőtt. Hát pontosan erre beszél, ez a törvény azt mondja az akkori püspököknek, hogy álljon meg a menet. Tehát te nem szólhatsz bele, nincs ilyen, hogy beleszólsz. Se a világi, se az egyházi hatalom, hanem a demokráciák ez az alapja, hogy alulról kell felépítkezni, és megmutatjuk annak a művelt akkori világra megmutatjuk, és talán áthallása is van, anélkül, hogy bármit, a mára áthallása van, hogy bizony, ha akkor meg tudtuk mutatni, akkor bizony talán azért most se vagyunk egészen hátul, mint ahogy most úgy néz ki, de ez nem egészen így van. Tudjuk-e azt, hogy hogyan reagáltak az egyes felekezetek vezetői, vagy akár a hívők? Hát ugye a hív, azért azt tudni kell, hogy akkor Erdélyben a Csík kivés háromszög kivételével majdnem egész Erdély gyakorlatilag unitárius lett. Tehát lassan a Csíksomjai búcsú történetéhez is elérkeztem még, de kicsit más nem pontosan egészen úgy volt, mint ahogy azért az. Nem egészen pontosan úgy volt, de a lényege mégiscsak az a dolognak, hogy nagyon jó az a kérdés, amit a szép szemű, hogy föltött nekem, hogy így van, hogy így voltak az emberek. Ez a forradalmi század volt, tehát a hit forradalmi százala volt. Tehát egyszerűen az utcán tárgyalták. De elhitték, hogy ebből lehet valóság, vagy azért volt egyfajta tartózkodás, hogy hát
csak óvatosan. Világ, azt mondják magyarokra, nem biztos, hogy így igaz, hogy tartózkodunk az újtól. És itt látszik a dolog. Lelkesülünk, de tartózkodunk. Igen, itt látszik a dolog, hogy nem csak lelkesültünk, hanem igenis mellé álltunk. Hiszen azért az nem lehet véletlen, hogy majdnem egész erdélyi unitárius lett, és gyakorlatilag az unitárius egyház innentől számítja, 1568, pontosan mától számítja a 440 éve a létét és az életét. És Dávid Ferenc, aki a szellemi atya volt, kellett egy köpeny, és kellett egy szellemi atya, ugye ez volt Dávid Ferenc. És milyen érdekes a dolog, tegnap voltam fönt a Mindszenty téren, az 53-as busznak a végállomásán, amit Mindszenty térnek neveztek, egy csodálatosan szép plató, ahol gyönyörű kilátás van, és itt a János Zsigmond utca, itt lehet látni, amikor beszélünk, hogy a János Zsigmond, ha megteszi, hogy mozdulak, oppa, hogy már mutatja, igen? Így kéne. Igen, így kéne mutatni. A nevét nem csillan be. Nagyon így. És itt van egy kopjafánk, és ami 10 évvel ezelőtt ezen a téren avattunk. A gyakorlat ugyanaz. Ugye? 10 évvel ezelőtt, ami próbálom. Álljon, csak állítom egy. Egy helyben, az a lényeg egy helyben. Most jó, igen. Most a jó, így van, ez 10 év ezelőtt avattunk fel, és erre az van írva a kopjafára, hogy 1568 Tordajosz egyőr, a másik felére pedig az van írva, hogy hegyvidéki, akik állították a hegyvidéki önkormányzat és a magyarországi unitárius egyház. És én azt gondolnám, hogy gyakorlatilag a Mindszenty áldozatos, csodálatos primásunknak a láthatós életét és Dávid Ferenc életét pontosan össze lehetne kapcsolni, és a mai egyházi vezetésnek azt fognám javasolni, hogy keresse meg a mostani 12. kerületet, és valami szépet, valami szimbiózist a Tordai Országgyűléssel, Dávid Ferenccel és a fantasztikus Mindszentyvel ott ki lehet alakítani ez a csodálatos helyen. És még egy képet hozott nekünk, így megmutatja van, azt így is. Van. És mit látunk rajta? Hát ez a fantasztikus körösvői kristféle kép, ami pontosan azt ábrázolja, így talán lehet látni, igen, amiről beszéltünk. Hiszen középen áll Dávid Ferenc, ugye? És hogyha a képernyőnek a bal oldalát nézzük, akkor ott van János Zsigmond, mellett a pátoriak ülnek, ugye a háttérben ott van Heltai, és ez a híres kép, ez Tordán van, sajnos el van dugva meg, mert egy hatalmas nagy kép, és ez minden unitáriusnál ott van otthon, illetve az egyházközségben, a világ minden azt táján. Azt sajnos eldugott helyen van, ez hát eddig marad így. Hát ez sajnos... Mert hogy arról beszéltünk, hogy a 21. századi lecsapódás az egésznek hát talán... Most mindent, úgy hallottam azért, hogy kikerüljön onnan, mert azon a címszóval van eldugva, hogy valamit kitalálnak vele, máshogy értőre találják ki, vagy olyan két évtőre, most talán ki fog kerülni, és méltó helyére fog ez a... Tehát magyarán féltették eddig, illetéktelen kezektől és tervektől. Az állam, ahol Erdély van, ugye, igen, az, tudjuk, az igen. Állam valamilyen módon nem tartotta lényegesnek ezt a dolgot. A lényeg az, hogy eddig is büszkék voltunk, és ezután is legyünk büszkék mindarra, ami 1568-ban Tordán.